Vendégünk Zoli és Ádám, sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Sziasztok. Ti most már pár éve az a zenekar vagytok, akik így egy-egy koncerttel megajándékozzátok a közönséget évente. Most eljött az idei koncert, ugye most 20 éves a zenekar, egy 20 éves jubileumot ünnepeltek. Egyébként is koncerteztetek volna, hogyha most nem lett volna 20 éves a zenekar, vagy most kifejezetten ezért fogtok összeállni? Hát a zenekar már évek óta alapvetően inaktív, és de nyilván nem tudtunk elmenni amellett, hogy 20 évvel ezelőtt alakult. 20 évvel ezelőtt alakítottuk a zenekart Zolival, amikor a Kőbányai Zenei Stúdió ifjoncai voltunk, és nyilván ez adott egy olyan apropót, hogy az egész, az összes tagot meghívjuk, akivel valaha együtt dolgoztunk, és akikkel valaha lemezeket készítettünk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges dolog lesz most. Miért vagytok egyébként alvó módban, hogyha fogalmaztatok így? Hát ez sikeres zenekar voltatok, vagytok, szeretnek benneteket, de miért kellett alvó módban? Nem volt már idő a sok-sok más projekt mellett? Erre szerintem Ádi tud jobban válaszolni, mert ő aktív tagja most. Igen, te már nem vagy aktív tag, hanem 10 aktív éve voltál. Igen. Szálltál ki a csapatból. Igen. Volt egy nagyon sikeres időszak a zenekarnak 2014 és 2019 között, és aztán bejött ugye a járvány, volt egy elég szerencsétlenül sikerült tagcserénk is, és aztán nyilván volt egy általános ilyen motiváció csökkenés, de ettől függetlenül nyilván a zenekar nem szaladt szét, hanem évente vagy két évente tart egy koncertet, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de nyilván ezt a 20 éves jubileumot ezt mindenképp meg kellett ünnepelni. A bevezetőben én is elmondtam meg, mert Ádám, te is említetted, hogy ti ketten alapítottátok ezt a zenekart. Akkor milyen álmok voltak a fejetekben, és azóta hova fejlődött ez a formáció, Zoli? Hát eleve Ádámmal én akkor nagyon sokat utaztam, mert volt egy másik zenekarunk, és mindig a kocsiba hallgattuk azokat a zenéket, amik mindnyájunkat inspiráltak, és akkor mutogattuk egymásnak, hogy ilyet kéne, olyasmi inspirációjú zenét, és egyszer csak azon kaptunk magunkat, hogy vagyunk négyen egy csapatba, és elkezdjük a saját álmainkat úgy megvalósítani a hangszereken. Hát folyamatosan jöttek ezek az álmok, tehát akkor még az volt a jellemző, hogy lépcsőről lépcsőre, hogy először 24 embernek, aztán 65-nek, 120-nak első turnék, de így 20 év után az ember, ahogy az Ádi is mondta, azért kell ezeket megünnepelni, mert teljesen más szemmel, meg szívvel néz vissza az ember, felnőttebb fejjel, és újra felgöngyölíti ezt, és hát így zenébe újra odaadja a közönségnek 2024-ben is ezt. Ti mire néztek vissza legszívesebben? Hogy mi az a 20 évből, akár az első 10-ből, amikor még ott voltál a csapatban, és az második 10 évből, mi az a kiemelkedő, akár koncert, akár turné, vagy akár egy helyszín, ami annyira meghatározó az életetekben, hogy még mindig akár érzitek, nem tudom, az illatokat, vagy látjátok az emberek arcát? Tulajdonképpen a Japánt szerintem mindenképp ide sorolnám. A dél-amerikai French Guiana az megint egy teljesen más feeling volt, tehát amikor együtt laksz az őserdő szélén a barátaiddal, aztán az Amazonasra elvisznek egy kicsit csónakázni, hajókázni, és akkor tudod, hogy még aznap játszani kell. És azért nyilván ez egy kaland, tehát a koncert volt az a része, amit tudjuk, hogy jól fog sikerülni, de a többi az tényleg egy ilyen képregény volt. Meg a csetúrák is nagyon jók voltak, ott egy kicsit nagyobb volt a, úgymond a biztonság, mert közelebbre mentünk, tudtuk, hogy kicsit családiasabb volt a helyzet, de minden egyes turnénak, meg pesti helyszínnek is megvoltak ezek a szagai, meg hát ahonnan elkezdtük, így beért úgy, mint a bor. Hát azért most elképesztő helyeket soroltál fel, tényleg. Mi hozta meg számotokra ezt? Mi is tagok lehettünk. Igen. Volna. Mi hozta meg számotokra az igazi áttörést? Volt egy konkrét lemez mondjuk, vagy egy dal, ami igen, ezt előidézte? A harmadik lemez, amit még Zolival, végülis az utolsó lemez, amit készítettünk, azt hozta meg a nemzetközi áttörést. Alapvetően akkor már elég sokat koncerteztünk külföldön, Európában szerte, és aztán az új felállással, Kaltenecker Zsolttal, aki ugye Zolit váltotta a zenekarban, vele a következő lemeze már egy angol kiadónk lett, és így bekerültünk nyilván a progresszív szcénába európai szinten.
és akkor egy nagyon komoly előrelépés történt. Világhírű zenekarokkal turnézhattunk együtt, világszerte terjesztették a lemezeinket, és ebben a műfajban, ami nyilvánvalóan egy periférián lévő műfaj, ez egy óriási dolog volt innen Magyarországról, és a mai napig az. Úgyhogy ott volt egy nagyon komoly periódus, hogy a gyerekkori ikonjainkkal, a Dream Theater-rel koncerteztünk például, vagy egy Nightliner-es turnénkból kettőt is csináltunk Európában nagy zenekarokkal, és ezek mind gyerekkori álmok voltak, és a legnagyobb siker azt gondolom, hogy nyilván a saját zenénkkel értük ezt el, és ezt mai napig azt gondolom, hogy ez a legnagyobb siker. Úgyhogy én ezeket tudnám így kiemelni. És most hol lesznek akkor a turnéállomások? Itt is találkozunk majd veletek. Nagyon különleges koncertek lesznek, mert szemezgettek az összes albumból, ráadásul úgy is építitek fel az egész koncertet, hogy sorrendben. Így van, ez dramaturgiailag, tehát kronológiai sorrendben fogunk menni az első lemeztől az utolsóig, és a tagok egymást fogják váltani, mindig az adott lemez felállása fog a színpadon muzsikálni, és november 13-án kezdünk Szegeden, november 14-én Pécsen, és aztán itt a hajón fejezzük be november 15-én. Tehát akkor három helyszín, nagyon sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük, hogy eljöttetek.